December 29-én megismételt eljárásban újból elsőfokú ítélet született a brokerbotrányban elhíresült Kulcsár Attila és 18 bűntársa ügyében. A fővárosi bíróság a 2003 óta folyó ügyre tett most újból pontot, bár az ítélet ebben a pillanatban még nem jogerős. Kulcsár Attila 6,5 évet kapott, valamint vagyonelkobzást is elrendeltek ellene. Kulcsár Attila elsőrendű vádott bűnös, folytatólagosan elkövetett siktartás büntetével, amely a BTK 372. paragrafus első bekezdésébe és a 6. bekezdés alappontjában ütközik, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségébe, amely a BTK 345. paragrafusa szerint minősül, csalás büntetével, amely a BTK 373. paragrafus első bekezdésével második bekezdés B és B C pontjára figyelemmel a 6. bekezdésbe ütközik. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 6 év 6 hónap szabadságvesztésre, 10 év befektetési szolgáltatási tevékenységtől eltiltásra, 7 év közügyektől eltiltásra és 229.998.227 forint erejéig vagyonelkobzás rendelve szemben. A perben harmadrendű vádlottként szereplő Rejtőe Tibor a KNTH-ban korábbi elnök vezérigazgatóját ugyanakkor a bíróság felmentette. Rejtő Tibor Endre harmadrendű vádlottat a bíróság az ellene sikkasztás büntette, amely a BTK 372. paragrafus első bekezdésbe ütközik, és a második és a hatodik bekezdés alpontja szerint minősül, és amely bűnsegédként követett el, miatt emelt vádalról felmenti. Ugyanezt történt a vádlottak között szintén szereplő volt riporterrel, Forró Tamással is. Forró Tamás tizedrendű vádlottat a bíróság az ellene folytatólagosan elkövetett vesztegetés büntette, amely az 1978 évi 4-es törvény 252. paragrafus első bekezdésébe ütközik, és a figyelemmel a második bekezdés, harmadik fordulata szerint minősül, emelt vádalról felmenti. A közel egy órán át ismertetett vádirat több milliárd forint értékű zárolást, vagyonelkobzást tartalmazott. Az indoklást pedig várhatóan 2 napon keresztül olvassák majd fel.